Pár perccel ezelőtt bent voltam a Budapest Bankban ügyet intézni. És nekem olyan fizetési kötelezettségeim vannak üzlettársaim felé, akik a Budapest Bankban vezetik a számlájukat. És egy ügyfél beszélgetésre figyeltem fel, és a következő kérdése volt az ügyfélnek. Ha 80 ezer forint fizetést kap a számlájára, mennyi lesz ennek az őt terhelő része? És az ügyintéző hölgy elmondta, hogy mennyi az összeg, és az összeg valami nagyon kecsegtető, alacsony szám volt, nem égeztem meg magát a számot, de olyan 400 valány forintról beszélt az ügyintéző, de azt már nem mondta el az ügyfélnek, hogyha egy vagy két tranzakcióval, vagy esetleg másik banknak az ATM-jéből veszi fel ugyanezt az összeget, akkor sajnos ez az összeg az ügyfél terhére 3500 forint is lehet. Tehát még mindig nem tárgyilagosan tájékoztatják az ügyintézők, az ügyfeleket, hogy hogy is működik a bankrendszer Magyarországon. A napokban szembesültem abban kétszer is, két bankkártya tranzakción keresztül, hogy bizony teljesen mindegy, hogy melyik banknak a bankkártyája van a kezembe, és teljesen mindegy, hogy melyik ATM-et használom, éppen a sajátját, vagy a vele szerződésben levőt, 80 ezer forintos tételeknél 3,5-4,5 ezer forint az, amit a bankok egyéb jogcímen még mindig elvesznek az emberektől. Abból a 80 ezer forintból, ami a rabszolga munkát kell, hogy végezzen a Tesco-ba, az Ocean-ba, vagy esetleg egy takarítónőnek a bére, amit havonta a keserves munkája után megkap. Hát ezek a bankok ezt csinálják, és az ügyintézők meg mindig nem tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy sajnos ezek a tranzakcióköltségek nem 400 forint, ami az ő kondíciójukban megjelenik, hanem mire a végére érnek, 3500-4500 forint is lehet. Egy egyszerű hétköznapi dolgozó embernek havi 80 ezer forintból a 4000 forint vagy a 3000 forint igenis nagy érvágás. És ezek a bankok továbbra is szemen szedettel hazudnak, nem tájékoztatják az ügyfeleket kellően, úgy ahogyan ezt tették a devizahitelek kiárusításánál is, és még mindig azt mondják, hogy miért bántjuk úgymond a banki ügyintézőket. Hát kedves ügyintéző! Én tudom, hogy nálatok az a szokás, hogy hetente mentek meetingre. A meetingen pedig átmossák az agyatokat, és elhűítenek benneteket. És ezért nem tudjátok normálisan kezelni a hozzátok beérkező ügyfeleket. Ezt azért tudom, mert én is 4 szávvizsgát tettem le annak idején, és az egész meetingből nem értettem meg magát a pénzrendszer, csak azt, hogy hogyan kell átbaszni az ügyfelet. És onnantól kezdve én nem voltam személybankár, nem ajánlottam ki hitelt, és egyszerűen hátat fordítottam a bankoknak. A szépséghiba csak az volt, be kell vallanom, hogy közben én is belecsúsztam deviza hitelbe, olyanba, ami autóvásárlásról szólt. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy nyugodtan belementem, mert 1990 óta folyamatosan hitelre vásároltam az autókat, és amikor a megtett kilométerek után lecseréltem, még mindig tudtam boldogulni, és soha nem akadtam el a hitel kifizetése. Csak akkor, amikor már belecsúsztam a deviza hitelbe. Mit csinált a bank? Fizetésképtelen lettem, elvette az autómat fél időbe. Eladta, és még mindig annyit követel, mint amennyi az induláskor volt. Mi ez, ha nem uzsora? Mi ez, ha nem csalás? Mi ez, ha nem átverés? És ezért nekünk nem szabad véleményhírt állítani mondjuk a kúria épülete előtt, amikor arra várunk, hogy a kúria milyen ítéletet fog hozni. A felső rendőrségi vezetés 16-án a bejelentett kúriai demonstrációnkat betiltotta. Ezt bíróságon megkifogásoltuk. A bíróság is betiltotta. Hát milyen államban élünk, ahol nem mondhatjuk ki a hatalom gyakorlóinak nyíltan, a szemükbe, a közvetlen közelükbe, hogy mi a problémánk velük. De azért ott voltunk, megtettük, amit megtehettünk, és
Köszönjük az ott lévő rendőröknek akkor, hogy velünk együtt érezve biztosították azt a csendes demonstrációt, ami tőlünk ugyan nem megszokott. És a tiltás ellenére is ott voltunk. Igaz, mint magánember, másképp demonstráltunk, mint máskor. És nagyon köszönöm annak a csapatnak, aki akkor az én hívásomra ott volt és eljött, és megmutatta azt, hogy nem félünk, mert a tiltás ellenére is ott vagyunk, ha ott akarunk lenni. Hajrá! És ha be akarunk majd menni a miniszterelnöknek a hálószobájába, oda is be fogunk menni. És ha kell, ki fogjuk tekerni a nyakát. És ha kell, akkor Pichtér Sanyi keresztapának is ki fogjuk tekerni a nyakát, mert már elég ebből, hogy belülről parancsolgatnak velünk egyenrangú állampolgároknak, akik éppen abban az egyenruhában teljesítik a feladatukat, amit a mi adófizető forintjainkból vettek fel, és elég abból, hogy azt a fegyvert fordítják ellenünk, amit a mi pénzünkből tettek az oldalukra. Úgyhogy ismételten megszokottan, nem hagyhatom ki, felhívom a rendvédelmi dolgozók figyelmét arra, hogy milyen esküdtettek, és meg ne próbálják a fegyvereiket a magyar állampolgárokkal szemben bármilyen módon felhasználni. A szinikai megfélemlítésről pedig annyit, amit tapasztaltam körülbelül egy héttel ezelőtt, nem, körülbelül pontosan egy héttel ezelőtt a bankszövetség előtt, amikor az egyik devizahiteles társunk szabályos bejelentés alapján úgy kíván demonstrálni, hogy összetör kalapáccsal egy autót a bankszövetség előtt. Igazából meg is kapta rá a rendőrségi hozzájárulást, mennyire ott érkezett az idő, hogy össze lehetne törni az autót, lefújták. Vajon miért? Mert fölülről kapják az utasítást, és félnek. Hát féljenek. Ez volt a célunk, hogy féljenek, mert aki fél, az hibázik. És aki hibázik, az a saját magát fogja kiárulni a törvénnyel szembe, és onnantól kezdve nincs visszaút a börtöntől. És ezek annyit fognak ülni a börtönbe, hogy ott fognak elmohadni, onnan fogják őket a temetőbe kísérni.